to change your. Szevasztok, itt újravidéki srác, nem tudom mennyire lehet engem hallani. Én most éppen várok egy fuvart, de addig úgy döntöttem, hogy csinálok egy teszt videót. Igen, itt van már a kezemben a legújabb téli kiadású Hell, ami Sherry Grape névre hallgat, vagyis szőlő és megy ízesítésű. Hát a téli kiadáshoz én nem hasonlítanám egyiket se, mivel ezek inkább ilyen nyári gyümölcsök, nem téli. Elképzeltem volna inkább egy ilyen almásfahéjas kivitelt. De hát ez van. Hát hogy is mondjam, cseresznye, szőlő és tutti frutti ízesítésű, mint ahogy tudjuk. 250 ml-es. És hát igazából ennyi. Más nem is tudok róla elmondani, ugye koffein tartalmaz, ami 0,3%. Ennyi. A doboza az ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen bronz színű, ha mondhatjuk így. Más nem tudok elmondani, nyitófül, hogy ez az új típusú, és ugye a fekete színt kapta. Igazából ennyi, és ugye limitált kiadás, ugye ez egy téli kiadás, mindig téli, meg a nyári. Váltakozik, mindig más-más ízesítés. Már fel is bontottuk, pohár hiányában én most nem fogom itt kitöltögetni, meg ilyenek. Majd legközelebb, ha beszerzem, fölrakom Instagramra, és majd csekkoljátok. Na, szagoljuk meg. A megyet jobban érzem így illatban, de viszont ízre kíváncsi vagyok, nézzük meg. Hú, mindkettőt lehet érezni, de a medgy az, hát hogy is mondjam, ízbe is domináns, nagyon elnyomja a szőlőt. A szőlőt épp ott csak lehet érezni, maximum utóízként. Ez van. Tutti frutti szintén lehet érezni benne, még ha nem is akarnánk, akkor is. Na, ennyi lett volna az én kis friss, gyors tesztvideóm. Közben mennek, jönnek az autók, ugyanis várok egy fuvart, mert megyek dolgozni, de az megint lényegtelen. Én vidéki srác voltam, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, ne felejts el feliratkozni, illetve a csengőt benyomni, hogy értesülj a legfrissebb videóimról. Én vidéki srác voltam, következő teszt videóban találkozunk, addig is legyetek jók. Sziasztok!